Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Civil kerekasztal Tolnán a 2023-as programtervről számoltak be a helyi szervezetek. Egyre több a szabadtéri tűz, fontos a megelőzés és az alapvető szabályok ismerete. Kiváló eredményeket értek el a diákok, Tolna vármegyei fiatalok az ország legjobb tanulói között. Madárodukkal segítik a természetet, 130 darab fészkelőhely kerül a fákra. Tolnán újra megrendezték a civil szervezetek éves kerekasztal beszélgetését. Az eseményen csaknem 20 egyesület képviselője adott számot a 2022-es esztendőben megvalósított programjaikról, emellett ismertették az idei évre tervezett rendezvényeket is. Tolnaváros önkormányzatának Humán Bizottsága minden évben meghívja a településen működő civil szervezetek vezetőit, képviselőit. Ez idén sem történt másként, az egyesületek ilyenkor többek között beszámolnak az éves programtervjükről, és a meglátásaikat, esetleges problémáikat is megosztják. A kerekasztal beszélgetés során a legtöbbször felmerülő téma az utánpótlás hiánya volt, aminek következtében a Mözsi Bartók Béla női kar is véget vett immár 50 éve tartó működésének. Minden próbálkozásunk ellenére nem tudtunk fiatalítani. És ez sajnos, és mi magunk is, tehát a meglévő társadalom, mert nem tudtunk megújulni, és ezt a karnagyasszony is látta, és egyébként is 5 évet vállalt annak idején a korábbi karnagy után, és ebből 15-öt végig csinált velünk, amiért nagyon hálásak vagyunk, és hát ezt nagyon meg is köszöntük, és hát így befejeztük. Baksainé Kenesei Éva, a Humán Bizottság elnöke elmondta, hogy egy település életében gyakorlatilag nélkülözhetetlen a civil szervezetek munkája. Az önkormányzatnak a meghosszabbított kezei, tehát nem lehet elképzelni egy város civilek nélkül. Ezek önszerveződő közösségek, különböző értékek mentén, ahány szervezet, annyiféle úgymond értéke van, és azért ezt senki nem tagadhatja le, hogyha bárhol valami baj van, vagy gond van, kihez fordulnak először civilekhez. Tehát lásd a példát, ukrajnai háború kapcsán is az első volt, akik megmozdultak a civilek. Tolnán jelenleg több mint 50 egyesület szervezet működik, az éves beszámolón ezúttal 20-an vettek részt. Halálos baleset történt csütörtökön délelőtt Pörbői térségében. Egy személyautó frontálisan hajtott neki egy röntgfát szállító teherjárműnek. A kisebbik kocsi utasa a helyszínen életét vesztette. Úgy tudjuk, egy 29 éves férfi az áldozat. A helyszínelés ideje alatt a forgalmat rendőrök irányították az érintett szakaszon. Kötelező heti akciókat kell bevezetniük a boltoknak júliustól az alapvető élelmiszerekre. Ezt a miniszterelnökséget vezető miniszter mondta csütörtökön. Gulyás Gergely arról beszélt, hogy 20 kategóriára bontják a termékeket, ezek alapján muszáj lesz leárazásokat hirdetniük az üzleteknek. Mindegyik körből legalább egy terméket kell minimum 10%-kal leárazni az elmúlt 30 nap tekintetében. Az akció nem érinti majd az árstoppos termékeket. A tavasz kezdetével sokan választanak kültéri programot, vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. Tolna vármegye lánglovagjai 2023-ban eddig már 40 szabadtéri tűzhöz vonultak. Szakemberek szerint a károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos tűzgyújtás és a megelőzés alapvető szabályaival. A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen jó idő esetén sokan választanak kültéri programot, vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A kockázatot egyrészt a száraz aljnövényzet és az avar jelenti, amiben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Másrészt kockázatot jelent az emberi gondatlanság is. A szabadban keletkezett tüzek 99%-át ugyanis ez okozza. Az eső eddig talán ilyen szinten kedvezett és ellen dolgozott egyébként ezeknek a tüzeknek. Most viszont meggondolni kell arra, hogyha igyekszünk megszabadulni a különböző vennyegéktől, ágaktól, amelyeket így az őszi-téli munkákat követően itt tavasszal egyébként így összegyűjtöttünk,
Nyilván itt csak azokon a területeken is, csak azokon a településeken lehet ettől égetésre egyébként megszabadulni, ahol ezt az önkormányzat a rendeletében engedélyezi. Emellett alternatív megoldások is léteznek, mint például a komposztálás. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos tűzgyújtás és a megelőzés alapvető szabályaival. Itt mindig csak akkor a tüzet gyújtsunk, amekkorát mi magunk is kezelni tudunk, mindig legyünk egyébként a tűz közelébe, tehát az soha ne hagyjuk magára, legyenek ott a megfelelő eszközök, amelyekkel ezt irányítani tudjuk, tehát akár egy ásó, egy villa, nyilván az oltóanyag is legyen mindig kéznél, tehát ez lehet egy vödör, homok, víz, és akkor még lehetne sorolni, és mindig gondoskodjunk arról, hogy ne tudjon visszagyulladni, valamint ha feltámadna a szél, akkor megint csak ezt a tevékenységet célszerű egyébként azonnal befejezni. A szóvivő elmondta, hogy visszatérő probléma a dohányzás is, ugyanis sok esetben a szabadban keletkezett károkat egy-egy eldobott cigarettacsik okozza. Tolnavár megye tűzoltóinak 2023-ban eddig már 40 esethez kellett vonulniuk. A kormány mérsékelni kívánja a gazdák tavalyi aszály miatti kárát, ezért idén ingyenes lesz a mezőgazdasági öntözés. Annak költségeit az állam átvállalja. A hazai termelők érdekében emellett 25 termékkörre rendeltek el behozatali tilalmat Ukrajnából. A repcére, a napraforgó magra, a lisztre, az étolajra, valamint egyes húsfélékre június 30-áig. A más országokból származó termékekre pedig kötelezővé tették az elektronikus áruforgalom ellenőrző rendszerbe való bejelentést. Idén is megrendezi hagyományos borversenyét a Szekszárd Újvárosi Római Katolikus Társaskör. Mintákat pénteken délután 4 és este 7 óra között, valamint másnap délelőtt várnak a szervezők a Rákóczi utcai Szent István házba. Fontos, hogy a nevezőknek tételenként 2 darab 7 deciliteres palackkal kell leadniuk a zsűrözésre beküldött boraikból. A megmérettetésre pedig április 23-án, vasárnap délután 3 órától kerül sor. Nagyon-nagyon népszerű a borverseny, mert komoly szakembereket kértünk fel eddig is, meg most is a borok bírálatára, és nagyon-nagyon korrekt eredmények születnek. Arra kérünk mindenkit, aki szeretné ilyen formában körülmények között megmérettetni a borát, péntek délután, szombat délelőtt van a borátvétel, és vasárnap délután 3 órakor kezdődik a borverseny. Nagyon örülnénk annak, ha minél többen vennének részt, és amit az előbb említettem, hogy a kistermelők hozzák ki a kincseket a pincékből, és hát akkor minél szélesebb körben tudunk reklámot teremteni nekik. Kimagasló a jó eredményeket értek el a Tolna megyei szakképzési centrum iskoláiban tanuló diákok. Az ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén. Ezzel már biztos, hogy plusz pontokat kapnak majd, ha tovább tanulnak. Nagy volt az izgalom még márciusban a Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István technikumban. A diákok ugyanis itt írták meg az ÁSZÉV, vagyis az ágazati és az ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyének második fordulóját. Az országosan több száz nevező közül végül több előkelő helyet is megszereztek a Tolna vármegyei diákok. Trenka Tímea a turisztikai ismeretekkel kapcsolatos tudásával például a 12. helyezést érdemelte ki. Meg volt akadva, hogy milyen tantárgyakból milyen témák lehetnek a tételeknél. Igazából az emelt szintnél, ami az emelt szintű érettségi megjelenik, minden olyan téma benne volt, és abból kaptunk, volt egy A és egy B tétel a szóbeli döntőben. Az altétel egy turizmusrendszer tétel volt, annak nagyon örültem, mert az mindig jól ment az a tantárgy. A másik pedig egy kultúrvallás volt, a magyarországi várak és ott programok, ezeket kellett kifejteni. A szóbeli döntőt Miskolcon tartották. Tímea azt mondja, ahogy hazaértek, minden egyes napon megnézte az interneten, milyen helyezést ért el, majd amikor meglátta a 12-et, el sem hitte, olyan boldog volt. Ezzel az eredménnyel ugyanis pluszpontokat kaphat a felsőoktatási felvételikor. Érettségi után még szeretnénk maradni itt egy évet idegenvezetőin, egy okai is képzés keretében, az egy tanév, utána pedig Pestre szeretnék tovább menni, a BG-et nézegettem turisztika szakra. A Tolna megyei szakképzési centrumból a döntőbe egyébként érkeztek diákok Szekszárról és Dombóvárról is. Közülük 15-en értek el országosan is kimagasló eredményeket. Az első negyedévben 10,2%-kal kevesebb benzin és 22,4%-kal kevesebb gázolaj fogyott Magyarországon, mint az előző esztendő azonos időszakában.
Az üzemanyag fogyasztás így átlagosan 18,2%-kal csökkent a tavalyi első negyedévhez képest, tette közé honlapján a Magyar Ásványolaj Szövetség csütörtökön. Az első három hónapban közel 897 millió litert vásároltunk, az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 48 millió liter fogyott, 18,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A 95-ösből 296 millió litert tankoltak az autósok, 8,7%-kal kevesebbet, mint az előző év hasonló időszakában. A prémium dízel fogyasztása 37 millió liter volt az első negyedévben, ami 49%-os visszaesés az egy évvel korábbihoz képest. A múlt héten 15.300-an fordultak influenza-szerű megbetegedéssel orvoshoz, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ heti jelentésében. A betegek 37,6%-a gyermek, 31%-uk 15 és 34 év közötti volt. A 35 és 59 év közöttiek korcsoportjába tartozott a betegek 23%-a, 8%-uk pedig a 60 éven felüliek közül került ki. Tolna vármegyében nem mutatkozott jelentős elmozdulás a 7 nappal korábbi tüneteket produkálók számát tekintve. 130 darab madárodút helyeznek ki a következő napokban Szekszárd és Baja környékén erdőgazdálkodási szakemberek. Az akció célja, hogy minimalizálják a klímaváltozás okozta természeti károkat, de később tudományos megfigyelésre is alkalmasak lehetnek a fából készült fészkelőhelyek. Az A típusúnak a legkisebb a röpnyílása, és ezen a kis röpnyíláson a barát cinke és a kék cinke tud közlekedni. Három különböző méretben készültek azok a mesterséges madárodók, amiket csütörtökön kezdtek el kihelyezni Szekszárd és Baja környékén, például itt a Sötétvölgyi tó mellett. A legkisebbeket cinkéknek, a középsőket főként csuszkáknak és házi verebeknek, a legnagyobbakat pedig seregélyeknek és búbosbankáknak szánják az erdészek. Összesen 130 adó kerül fel a fák törzseire a következő napokban, fiatal és középkorú erdős területeken. Az ilyen helyeken ugyanis a szárnyasok még nehezebben tudnak fészket építeni, és természetesen kialakult odút találni, mint ott, ahol öreg fák vannak. Ezek a madarak alapvetően komoly védelmet tudnak biztosítani az erdei ökoszisztémában, akár a most jelenlévő és zajló klímaváltozás kedvezőtlen hatásának megelőzése, megfékezése érdekében is. Ez a kedvezőtlen hatás, ez elsősorban a rovaroknak a nagyobb számú megjelenése, gradációja. Ezeket a rovar károsításokat a madarak segítségével vissza lehet természetes úton is szorítani. Az akciótól a Gemen ZRT szakemberei azt várják, hogy nő a megtelepedő madárfajok száma, és a kedvező feltételeknek köszönhetően többen is lesznek a mostaninál, ezzel pedig a természet és mi emberek is jól járunk. Az odukkal történő védekezés keretében nem csak egy korai stádiumú megelőzést tudunk végrehajtani, hanem az erdei biodiverzitást is tudjuk növelni. Az oduk tehát alapvetően a természet védelme érdekében kerülnek ki, de az erdészek arra számítanak, hogy azokat akár tudományos célra, a madarak életének pontosabb megfigyelésére is lehet majd használni. Regionális híreink következnek. Érkeznek a bevallások, még mindig felmerülnek kérdések, melyek problémákat okoznak. Faluvacskákon versenyeztek, különleges ügetést rendeztek Somogy vármegyében. Két óra előadás, fergeteges siker Pécsen, 85 éves az ukrán állami népi együttes. Folyamatosan érkeznek az SZIA bevallások a NAV-hoz, azonban még mindig felmerülnek kérdések, melyek problémát okoznak az adózóknak. Fontos, hogy az érintettek érvényesítsék a rájuk vonatkozó kedvezményeket. Szintén oda kell figyelni arra is, hogy május 22-e a beadási határidő, eddig az időpontig pedig az adót is meg kell fizetni. Ezt több módon is meg lehet tenni.
Közeleg május 22-e az SZIA bevallás beadási határideje. Néhány fontos kérdéskörről beszélt a NAV baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina stábunknak elmondta, eddig az időpontig kell az adót is befizetni, amit többféleképpen is megtehetnek az adózók. Online felületen az e-SZIA portálon bankkártyás fizetéssel vagy lakossági folyószámláról átutalással, melynek során a közleményben fel kell tüntetni az adószámot vagy az adóazonosító jelet. Lehetőségük van még az adózóknak a NAV ügyfélszolgálatain is a befizetésre bankkártyával, elektronikus hozzáféréssel, illetve készpénz átutalási megbízással, azaz csekken. Ezt formanyomtatványon vagy az ügyfélszolgálatokon, illetve telefonon igényelhetnek az érintettek. Fontos, hogy a bevallásban az adózók érvényesítsék a rájuk vonatkozó kedvezményeket, mint például a családi kedvezmény. Családi pótlékot ugye a kedvezményezett eltartott után lehet igénybe venni, vagy saját jogán jogosult lehet az adózó családi pótlékra, vagy pedig rokonsági ellátásban részesülhet. Ezekben az esetekben, hogyha egész évben megvan ez a jogosultság, akkor a bevallásban lehet érvényesíteni ezt a kedvezményt, függetlenül attól, hogy a dolgozó hány hónapig dolgozott. Tehát nincs szoros kapcsolat a családi kedvezmény érvényesítése és a munkaviszony hónapjai között. A 25 év alatti a kedvezménye egy viszonylag új engedmény. Ezt lehet utólag is érvényesíteni, akkor is, ha a munkáltató évközben nem, vagy nem minden hónapra vette figyelembe. Itt is lehetőség van arra, hogy a bevallásban egy összegben érvényesítse a fiatal ezt a kedvezményt, tehát a havi összegeket megszorozzuk 12-vel, az lesz az éves kedvezménynek az összege, és ez is független attól, hogy a fiatal mennyit dolgozott az évben, tehát hány hónapra eső jövedelme van. A lényeg az, hogy az éves összevont adóalapot tudja csökkenteni ezzel a kedvezménnyel, tehát utólag a bevallásban érvényesíteni lehet. Az adózók, mint minden esetben, úgy ezekben a kérdésekben is kérhetnek segítséget. A NAV munkatársai telefonon, a 1819-es infovonalon és személyesen az ügyfélszolgálatokon nyújtanak tájékoztatást, segítséget. Az ország minden pontjáról érkeztek részvevők a Somogyári Hobby Horse versenyre. A megmérettetésen 140 futamot indítottak, amelyeken a gyerekek a maguk által készített falovacskákon ügettek végig az akadálypályán. Így futottak végig a pályán a hobby horse versenyzők. Az akadályokat megfelelő sorrendben kellett átugraniuk, csak úgy, mint egy igazi lóval. A zsűri a gyorsaságot és a pontosságot is értékelte. Arra kellett figyelni, hogy élesen bevegyem a kanyarukat, és az ugrásnál gyorsan rugasztam el magam. Ugratás volt a feladat, hát egy picit nehéz volt, de tetszett. A versenyre az ország minden pontjáról érkeztek családok. Nyilván az igazi lónak vannak lábai, a hobby horse-nak a gyermek, illetve a felnőtt a lába. 2002-ben indult világhódító útjára ez a sport, és igazából az elmúlt 1-3 évben gyűrűzött be Magyarországra, külföldön már szövetséggel rendelkezik, és igazából atlétikai alapokra készül. Minden egyes érzékszervet fejleszt, a kreativitástól kezdve a sport, az érzékelés észlelés. A somogyári versenybe több korcsoportban 40 gyermek nevezett, ők összesen 140 futamban indultak, és a szülők is kipróbálhatták magukat. Minden óvodában megtalálható nálunk a botos lóvesző paripa néven. Ez egy kicsit más, Finnországban a nagylányok kezdték el 6-7 évvel ezelőtt. Egyébként most már világversenyeket rendeznek, hobby horse versenyeket. Hobby horse világversenyeket rendeznek már Finnországban. Mi hozzánk most kezd így beérkezni, úgyhogy mondhatni, hogy az első nagyobb verseny vagyunk az országban. A textilparipa elkészítése egy komoly alkotói folyamat is. Sokan saját maguk készítik el a lovacskát és díszítik ki. Két órás előadást tartotta az Ukrán Állami Népi Együttes Pécsen a Kodály Központban. A fellépők hatalmas sikert arattak. Koncertturnén vesz részt a világhírű Virszki Ukrán Állami Népi Együttes. Pécsi állomásuk alkalmával a táncegyüttes ügyvezető igazgatója bemutatta stábunknak a társulatot. A táncegyüttes 1938-ban alakult, és az alapító Virszki hagyományait folytatja. A táncegyüttes legfőbb műfaja a néptánc.
Nagyon jó képzőbázisunk van Kijevbe, ott tudjuk ezt gyakorolni és ezáltal őrizni a hagyományokat. Itt nem csak a táncegyüttes próbál, hanem van egy iskola és egy stúdió is, ahol a gyerekek tanulnak. 7 éves kortól vesszük fel őket, és aki nagyon tehetséges és kitartó, az 17 évesen már az együttesbe is felvesszük komolyabb produkciókra. A turnémenedzser a korábbi magyar sikerről számolt be, miszerint a pécsi fellépést egy kecskeméti előzte meg, ahol nagyon nagy sikert aratott az együttes. A mai napon itt Pécsen lesz az előadás, holnap folytatjuk Győrbe, utána sorba a Gödöllő, érintve lesz Budapest, az Erkel Színház, 2 alkalommal, 2 napon keresztül megyünk Debrecenbe, Keszthelyre, Szekszár, tehát gyakorlatilag így a megyeszékhelyeket próbáltuk minél inkább, minél több helyre elvinni így Magyarországon belül ezt a fantasztikus előadást. A világhírű Virszki ukrán állami népi együttes alapítójuk és a 85 éves fennállásuk előtt tisztelek. Számtalan nemzetközi díjjal büszkélkedhetnek, és mintegy 70 országban megmutatták káprázatos művészetüket, táncudásukat. Feledhetetlen produkciót nyújtottak kedden este a pécsi közönségnek a Kodály Központban. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Civil kerekasztal Tolnán a 2023-as programtervről számoltak be a helyi szervezetek. Egyre több a szabadtéri tűz, fontos a megelőzés és az alapvető szabályok ismerete. Kiváló eredményeket értek el a diákok, Tolna vármegyei fiatalok az ország legjobb tanulói között. Madárodukkal segítik a természetet, 130 darab fészkelőhely kerül a fákra. Pénteken és szombaton folytatódik az alapvetően napsütéses, kellemes, enyhe, az évszaknak megfelelő időjárás. Kis eséllyel kevés helyet érintően lehet futózápor is, de alapvetően csapadékmentes idő a valószínűbb. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!